Egy műanyag láda szolgált medenceként, ebben érkezett Gerzson, a nyíregyházi állatpark legifjabb törpevízi lova az első orvosi vizsgálatára. Így volt neki komfortos. A park munkatársai rögzítették a testtömegmérést. A kicsi kéthetes korában már 13 kg-ot mutatott a mérleg. A szükséges orvosi vizsgálatok során mindent rendben találtak. Az állat megkapta az egyedi azonosítóját és a Gerzson nevet. Kicsi azért kapta a Gerzson nevet, mert hogy Gerzson napján született, és ezért is nevezték el a gondozó Gerzsonnak. Incsiklandozó gyümölcskosára, szőlővel, almával és banánnal készültek a gondozók Gerzson bemutatkozására. A kicsi első nyilvános szereplésére sokan voltak kíváncsiak. Egy kis plusz motiváció ugyan kellett, de óvatosan előjött Brutil, az anyuka. A 23 éves nőstény 2009-ben érkezett Nyíregyházára Franciaországból. Őt pedig a legifjabb törpevíziló, a most 7-7-es Gerzson követte. Míg az anya jó ízűen habzsolta a gyümölcsöket, addig az új, februári kis jövevény csak félénken barátkozott az almával. Gerzson születése igazán boldoggá tette a park gondozóit is. Nagyon vártuk ennek a kicsinek a születését, hiszen ez a faj végveszélyben van Nyugat-Afrika első erdeiben, mindösszesen 2000 egyedél ott az élőhelyén, és a világ állatkertjeiben is mindösszesen 300. Itt a Nyíregyházi Állatparkban a tenyészpár 2009 óta alkot egy párt, és hatalmas öröm, hogy Gerzson világra jött, hiszen ő nagyon ritkán szokott hímegyed napvilágot látni zártartási körülmények között, úgyhogy már most a koordinátornak, hogy lejelentettük a 7-7-es apróságot, már most mondták, hogy lenne mennyasszony jelölt a későbbiekben. A rövid lábak tömzsi, zömök testet hordoznak, és ez a test csak még nagyobb lesz. A kifejlett törpevíziló marmagassága körülbelül 100 cm, hossza 150-175 cm, testtömege pedig 180 és közel 300 kg között mozog majd.